Vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy ő az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe, és legelőjét nyáljunk. Menjetek be kapuim, hála énekkel, udvaiba dicsérete. Adjatok hát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége, nemzetekről nemzetekre. Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá. Az iskola kezdés mindig sokkal hamarabb indul, mint ahogy megvan az évnyitó, az első tanítási nap, vagy a pedagógusok számára az alkalomgyűlés. Talán már nyáron, talán kirándulás közben, talán egy-egy bevásárláskor a legkisebbek, de a nagyobbak is észrevesznek valamit, ami szükséges lehet majd az iskolában, vagy az anyuka nagyon pontosan tudja, hogy mi is kell egy kis elsősnek. Tornaruha, tornazsák, egyebek vásárlása, hol itt, hol ott, akciósan, mindenkinek sikerül. Aztán jön a többi írószerek, táska, tolltartó, nagyon izgalmas kérdések ezek, bizony elátéltétek ti is, és örültetek nagyon, amikor nagyon szép volt a tietek, talán majd hétfőn megnézitek, hogy az enyém a legszebb az egész osztály. Mindenképpen fontos kérdés az előkészület. Előkészülve a tantestület, az iskola vezetés, előkészül a fenntartó, az egyházközség, előkészül a család. Rengeteg munkát végeztek munkatársaink a nyáron, felújítással, beszeléssel, ezzel azzal, hogy ti megfelelő helyen lehessetek. Most is ez az iskola minden tanulójára vonatkozik, meg a pedagógusok szolgált lehetőségeire, hiszen a körülményeket biztosítani kell. Csodálatos ez az előkészítő munka. Talán nem fáradunk bele. Pestít minket az, hogy jön majd a nap, amikor mindennek az előkészítő munkának értelme van. Az első tanításnak, tanító Isten tisztelet, sok minden, ami valóban már élessé teszi egyértelművé a tanének az előtudását. Az előkészítő munkát nem csak mi végezzük emberek. Az Úr Jézus Krisztus felment a hegyre, hogy előkészítse a tanítványokkal való találkozást. Hogy tetszik az új tanélet, az elindulás. És mit csinál Jézus ott a hegyre? Nem turistáskat, egy kukucskát nézeget, de jó kilátás, meg nagyon jó a levegő, hanem imádkozik. Ez is az előkészítés. Előkészítjük mi is a tanítványt, amikor egy alkalommal az alkalomgyűlésen, az évnyitón, ígével, imádsággal, közösségekkel, fohásszal készíthetjük magunkat. És nagyon fontos, hogy mindig történjen valami ilyesmi lelki demosakodás, amikor törekszünk arra, hogy valóban Isten munkájának mennünk. És legyen alkalmassá arra, hogy szolgáljuk őt, és szolgáljuk egymást. Jézus felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ide is most azok jöttek, akiket Jézus akart. Lehet, hogy más akaratot győztek, lehet, hogy valakinek az akaratát Jézus legyőzte, és most itt van, pedig valaki mást akart, és Jézus
Jézusnak ez a hívó akarata, ez a hívó szava, Szentlélek munkája, ott azt jelentette, hogy akiket akar magához hívott, és azok oda mentek hozzá. Hát ez a csoda történik itt is. Azok jönnek Jézushoz, akiket ő akar. És mi történik? Lényegében a Jézusra való közösségben. A Biblia üzenete szerint három dolgot lehet most elmondani, ha a hegyre tekintünk, amire az Úr Jézus felhívta az övét. Mindenképpen a Biblia beszél a törvényadás hegyéről. Leegyszerűsíteni. A rend hegye, a rendszer hegye. Isten és az a népek között rendnek kell lenni. Egy családban rendnek kell lenni. A gyermeknek óvodáskorban meg kell tanulni a szabályjátékukat, a viselkedési normákat. Ezt teszi az óvoda. Meg kell tanulni játszani. Csak akkor lehet, hogy tanulni, ha igazán tudok játszani. És az iskolának meg kell tanítani a rendet. Az óvoda rendet. A kicsekedés, becsekedés impulzusát. A rend helye, a törvényadás helye, ahol Mózes Isten kezéből vette a rendet, nagyon fontos és izgalmas ebben a tanében is. Itt is, észtünk, közöttünk, nekünk, mindjárt a számára. Rend kell, hogy legyen. Nem mindig lesz. Lesz nem tetszésünk is. Ott vagy, a gyermek szívében is, egy-egy rosszul elsülött dolg után, szomorúság, zavaros tekintet, aztán helyreáll a rend, hogyha tudjuk, hogy a rend Istene, a törvényt, a rendet adó Isten, ami szövetségesünk, aki szeret. A második, amiről Jézus a hegyen kapcsolatban tanít most minket, a templom hegye. A Sion, Jeruzsálem, a zsidó számára ma is szent hely. Ők úgy gondolták, hogy a templomban lakik az Isten. A frigyláda, a lakóhely, a trónja. Mi tudjuk, hogy Isten mindenütt jelen van. Most is, itt is, a te szívedben is keres téged, ha te mással foglalkozol akkor is. Ha még nem döntöttél mellett, akkor is. De a templom, ez a hely is, fontos azért, mert Istennek szentelt hely. A templom fontos azért, mert itt össze lehet gyűlni úgy, hogy hittel halljuk, hogy itt van Isten köztünk. Persze otthon is ott lehet, amikor a gyermek elkezdi jövő Jézus védelmétünk. Ott van az asztal körül, vagy ott lehet az esti csendben, amikor elmondjátok az esti imádságot. De templom, az Isten tiszteleti hely erre való, hogy így együtt legyünk Istennel és egymással. Volt már olyan valaki, aki azt mondta, hogy azért nem hozza a gyermekét ide, mert a gyermek fél a templomtól. Hát adja Isten, hogy ne féljen, egyetlen gyermek sem a templomtól. Hanem érezze lelki otthonának, érezze jó magát benne, és egyetlen szülő sem eszélye félre, hanem gondolja meg azt, hogy Isten valóban hív, és akiket Jézus megszólít és lelke által megérint, azok hozzá mennek. És azok itt a templomban jól érzik magukat. Akár minden vasárnap, akár a gyermeküket kísérve, akár a nélkül. Mert Isten hív. A templom hegye ezt üzen. És végül a harmadik hegy, amiről Jézus a hegyen léttel kapcsán tanítani tud most minket, a Golgota hegye. A meg nem érdemelt, a személyválogatás nélküli
a tökéletes szeretetnek a helye. Hiszen Jézus ott álmozta oda magát értünk. Ez a szeretet. A szeretet helye. Enélkül nincs is soha. Rend nélkül, tempom nélkül, Isten szeretete kegyelme nélkül sok mindent lehet csinálni. De igazán egyháziskolában munkálkodni, Isten dicsőségére élni, gyermekeinket a jövőnek, Isten népe tagjainak nevelni nem lehet. De Krisztus szeretete szolgálja minket, és így alkalmassá tudunk válni arra, hogy rend legyen közöttünk és bennünk, hogy a törvényre figyelve eljussunk a templomig, hogy aztán majd eljussunk a templom nélküli városba, amikor már Isten lesz minden mindenekben. Egy rövid történet arról szól, hogy egy király magas hegyen lakott kastélyában, a népe pedig lent a völgybe. És a király nagyon fontosnak tartotta, mert nagyon szerették egymást a nép meg a király, hogy nap mint nap lehetjen közül. Olykor a nép tagjai is felhallottak a hegyre, a kastélyba, a palotába, és beszélgetni tudtak a királyban, mert szívélyesen fogadta őket. De a király minden nap lement a hegyről a völgybe, a népe. De meredek volt ez az út, és kacsarjuk. Éppen ezért nem volt mindegy, hogy ki a király kocsisa. Kifogással hajtó volt, aki vitte éveken át a királyt, de meghalt. És akkor a király meghirdette, hogy új kocsisa van szükség. Összegyűlt a nép, Ábrahám, és fenn a király palotától elindult a három versenyző közül az első, felpattant a bakra, és gyorsan, néha a szikla szélére is majdnem kibillent a kerék, olykor veszélyes is volt már, de villámgyorsan leért a kastélytól még a hegyről a völgybe. És akkor a nép újjogott, ő az, nagyszerű, imádó. És aztán jött a második versenyző, aki még gyorsabban próbált menni. Olykor alig tudta visszafogni a hozat egyes kanyarnál, és talán nem volt jobb az ideje, de baleset nélkül ő is megérkezett. És ő jött a harmadik, aki gyorsan indított, de óvatosan. És mindig a hegy felüli oldalon igyekezett tartani a kocsit. Nem ment az adalék szélére. Nem veszélyeztette a majd később benne ülő királyt. Nem jelentett számára a szakadék vonzás vagy baleset veszélyt, mert a hegyhez húzódott, és így érkezett le. És akkor a király megszólalt, hogy ő az, a nép pedig elkezdett zongolni. Milyen meg a történetnek az üzenete? Azon az úton, amit most járunk, akár a családi élet, akár a társadalmi élet, akár egy iskolai tanévbe induló közösség, meredek is lehet, kacskarindus is lehet, veszélyes is lehet, szélén ott lehetnek a szakadékok, de ott van a hegy. Az a hegy, amiről az ige szólt. Az Isten hegye, a törvény hegye, a templom hegye, a szeretet hegye, a megváltás hegye, és lehet húzódni oda, oda az Isten közelébe. És akkor lehet a kacskaringós úton is, lehet a veszélyes úton is előre haladni és megérkezni. Könyörüljön rajtunk az Úristen, hogy ebben a tanévben is, meg életünk minden idejében legyen rend bennünk és
körülöttünk. Együtt boldogunk, ha Isten közelében lehetünk, ezért tempomálunk, és énekelünk, imádkoztatunk, és érezzük meg, és lássuk meg, hogy Jézus Krisztus keresztje számunkra az életbe való menekítés, a halálból való kimenekedés, a megváltás csodáját jelenti, és így mehetünk. Nem csak itt a földi életben, hanem egykor majd az Isten által megígért örök életben is. Fontos feladatunk az iskolában,
hogy fogjuk a ránk bízott gyermeket kezét. Gondozunk a lelkét, és formáljuk szellemiségét. Mindezt úgy kell tegyük, hogy erősen fogjuk a kezüket, mélyen gondozunk a lelküket, és úgy kell formáljuk szellemiségüket, hogy iskolánkból kikerülve tovább vigyék a református értékeket. Kedves első osztályosok! Én már sok éve tanítok, de veletek együtt kezdem ebben az iskolában az újban éven. Bizonyára mindannyian tele vagyunk várakozással. Nektek azt kívánom, hogy az elkövetkező tanévben az iskolában érezzétek jól magatokat, és sok hasznos ismerettel gyakoroljon a tudásokat. Iskolánk ajándékát fogadjátok szeretettel, amelyet az ünnepi tanévnyitó Isten tisztelet után a végzős diákok adnak át a templom kiáratánál. Kedves 8. osztályos tanulók! Nekem az első, nektek az utolsó az idei év az iskola falai között. Kívánom, hogy eredményes tanév után mindenki az általa választott középiskolában folytathassa a tanulmányait. A többi évfolyamon tanulódiáknak eredményes tanévet kívánok, útra valóul Szent Györgyi Albert szavait ajánlom, olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Ezennel a 2017-18-as tanévet megnyitom. Az élő Isten színe előtt fogadom, az élő Isten színe előtt fogadom, hogy a vésztői kis bálint, hogy a vésztői kis bálint református általános iskola, református általános iskola diákjaként minden azon leszek, hogy tudásommal, magatartásommal, szolgáljam Isten dicsőségét. Erősegítsen, iskolánk megbecsülését. Mindenek előtt. Iskolánk rendjét. Tudomásul veszem. És azt megtartom. Az intést. Alázattal elfogadom. Magamat. Jézus Krisztus. Kegyelmébe ajánlom. Isten engem ebben segítsen. Ámen. Osvárd Erzsébet.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket, hogy a tisztemmel járó kötelességeket, Isten dicsőségére, Isten dicsőségére, egyházunk épülésére, és népünk javára, és népünk javára, a Magyarországi Református Egyház rendjében, a Magyarországi Református Egyház rendjében, szolgálatként, Teljesíteni igyekszem. Isten legyen segítségemre. Amen.